gyümölcsgondok. A hideg tavasz miatt nem tudták beporzani a gyümölcsfákat a méhek, így gyenge lesz az idei termés. Templom út. Túra útvonallal kötnék össze az Árpád-kori műemléktemplomokat Bihar megyében. Szeméttenger. Vízben és szárazföldön egyaránt szemét virít, mióta elkezdődött a kiránduló szezon. Köszöntöm Önöket, az Erdély Magyar Televízió híradóját látják. Meghaladta a 4,50 banés szintet az euró árfolyama, a román nemzeti valuta értéke az év elején volt ilyen alacsony szinten, de az utóbbi három évben is csak ritkán lépte át ezt a lélektaninak is tartott küszöböt. A gazdasági elemzők a fejleményt az ingatlan hitelek természetben való rendezését lehetővé tevő törvény elfogadásával hozzák összefüggésbe, amely május 13-án lép érvénybe. Mivel a bankoknak fel kell készülniük a várható veszteségekre, eurót vásárolnak a szabad piacról, kibillentve ezzel a kereslet-kínálati egyensúlyt. Az elemzők arra számítanak, hogy a lej árfolyama tovább gyengül, rövidesen megközelítheti a 4,55 banis szintet is. Minőségi rendezvényekben gazdag 8 napot ígérnek a 12. Hargitai megyenapok, hangzott el a programsorozatot beharangozó sajtótájékoztatón. A május 5-től 13-áig tartó eseményeket a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel összefogva szervezi Hargita megye tanácsa. A rendezvénysorozatot, valamint a magyar és román nyelven megjelent műsorfüzetet Ferenc Angéla ismertette. Elmondása szerint arra szeretnék ráirányítani a fiatalok figyelmét, hogy jó itt élni, kultúrafogyasztónak lenni. A program ajánlott térségenként rendszerezték a füzetben, ezek közül emelt ki néhányat a szervező. Leginkább ajánlanám a május 7-én tartandó Tájházak napja Hargita megyében rendezvénysorozatot, hiszen ezen a napon azok a tájházak, gyűjtemények, amelyek a megye területén találhatók, kinyitják a kapuikat, és különféle tevékenységekkel, programokkal, meglepetésekkel várják az odaérkezőket. Kihagyhatatlan program a Hargitai megyenapok keretében a Székelyföldi Nemzetközi Könyvvásár, illetve a Csíki Székely Múzeumban szombaton megnyíló csontvári kiállítás. Ezek mellett azonban számtalan más eseményre várják az érdeklődőket, akik a megyenapok.ro honlapon böngészhetnek a programok között. Kihirdette Klaus Johannis államfő a Moldovai Köztársasággal tavaly októberben kötött hitelszerződés ratifikálásáról szóló törvényt. A hitelszerződés ügye akkor lendült ki ismét a holtpontról, amikor az évelején Kisinyovban Pavel Filip vezetésével új európai elkötelezettségűnek mondott kabinet alakult. Bukarest korában az új moldovai kormány európai elkötelezettségét bizonyító reformok megkezdéséhez kötötte a beígért hitel folyósítását. A törvény kihirdetését követően Kisinyov megkezdheti a 150 millió eurós visszatérítendő hitel lehívását. Kevesebb gyümölcstermésre számíthatnak idén a gazdák, a virágzás idején ugyanis hűvös, szeles volt az idő, így a méhek nem tudták megfelelően elvégezni a beporzást. Virágporral megrakodva érkeznek vissza a méhek a kaptárba. Ahogy az elmúlt hetekben ez gyakran előfordult, most is az eső elől menekülnek. Sima Ferenc méhész azt mondja, a tavasz jól indult, a természet korán elkezdett megújulni, a későbbi hideg azonban negatívan befolyásolta a méhek munkáját. Sajnos az utóbbi hetekben a hőmérséklet nagyon visszaesett, és ez nagyon visszafogta a méhcsaládok fejlődését is. Előfordult az is, hogy a későbben virágzó gyümölcsfákat nem kellőképpen tudták beporozni a méhek. Ezek a problémák a teljes mezőgazdaságra kihatnak. Egyes gyümölcsfák, mint például ez a szilvafa, később virágoztak, így most kevesebb termésre lehet számítani. Az alma, medgy és cseresznye termés szépnek ígérkezik, a betegségek ellen azonban ezeket is védeni kell. A mostani meleg, párás idő ugyanis különösen kedvez ezek terjedésének. Főleg a monília és a tűzelhalás jelent veszélyt. Szilvafákat, medgyet, cseresznyét, barackfákat most feltétlenül permetezni kell a monília ellen. Megjelentek a levéltetvek is, különböző fajtái. Azok ellen szisztémikus, felszívódó, rovarjavító szereket ajánlatos használni. A híradónknak nyilatkozó gazda szerint a változékony időjárás nem csak a méhek munkáját zavarta. Egyes fák esetében jelentősen megkésett a virágzás.
Ezen az almafán például még mindig vannak virágok, bár már a termésnek is meg kellett volna jelennie. Sorra újulnak meg az árpádkori templomok Bihar megyében. 1990-ig mindössze 4-5 árpádkori templomról tudtak az építészek, ám az elmúlt 20 év alatt végzett régészeti kutatások és felújítások során kiderült, hogy az egykori Bihar vármegye 15 temploma középkori eredetű. Ezeket fognák össze egy túra útvonallal. Az 1736-os nagy javításnak állít emléket. Zsigmond Attila lelkipásztor azt a 18. századi feliratot mutatja, amelyre a fugyi református templom belső feltárásakor bukkantak. Előkerült ugyanakkor egy középkori szentségtartó, a papi üllőfülke és egy töredékes falképrészlet is. Cél az volt, hogy lehetőleg megközelíteni a templomnak a korabeli állapotát, így a kanálhátos vakolatnak az alkalmazását, illetve a legősibb kváderköves résznek a szabadon hagyása által, illetve a támpilléreknek a lehetőség szerinti visszaállításával. Árpádkori templommal büszkélkedhet Körös Kis Jenő is. A közel 800 éves templomot 1240-ben kezdték építeni, majd szintén bővítették. Sajnos a freskók nem olyan állapotban vannak, hogy növeljék a templom értékét, mert 50 évig fedetlenül állt a templom a törökdúlás idején, és ezért tönkrementek a festők, semmit nem tudtak visszahozni. Viszont a templom szerkezete az, ami egyedi, és ez a belső tér beosztás az, amitől különleges. Emellett a háromszögű csúcsos záródású 7-8 üllőfülke, régi ablaknyílások, nagy alapterülete és a románkori falak teszik egyedivé. A térség árpádkori templomai folyamatosan újulnak meg. Jellegtelen, a műemléki mi voltukat nem mutató, semmilyen szempontból nem mutató épületük volt, ráadásul a Körös Kis Jenő nem is szerepelt a hivatalos műemlékjegyzékben. A helyreállítások után pedig mind a két közösség jelentős műemléki értékekkel büszkélkedhet. Olyan elemeket sikerült feltárni, amelyek beszédesen vallanak a ezen templomok középkori történetéről, helytörténetről. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középkori templomok útjához hasonlóan Bihar megyében is túraútvonalakat építenének ki, amelyekbe bevonnák a restaurált árpádkori istenházákat. Végéhez közeledik az állagmegőrzési és restaurálási munkálata gyergyószentmiklósi Benedek kúriánál. A felújítás tavaly ősszel kezdődött és pályázati pénzből valósult meg. A változás a műemléképület külsején és belsejében is látványos. Az utcai homlokzaton elvégezték a tisztítási és kiegészítési munkálatokat, most a beltéri díszítő falfestés rekonstrukciója zajlik. A 19. századi festés egyébként véletlenül villanyszerelés közben került elő. Ennek felújítására az önkormányzat a helyi költségvetésből különített el összeget. Timebox címmel nyílt kiállítás a Mikházi Régészeti Parkban. Az ideiglenesen felállított két pavilon a katonai tábor és a római fürdő világát tárja a látogatók elé. Ehhez hasonló kézimalommal őrültek a római katonák. A Mikházi Régészeti Parkban most ezt is kipróbálhatják az érdeklődők. Megtekinthető ugyanakkor a tábor makettje, korabeli páncélzat és számos lelet is. Nem csak a tudomány számára válik érthetővé, láthatóvá egy régészeti lelőhelynek a feltárása, hanem immár a közönségnek is. És természetesen a két pavilonnak az a célja, hogy a két kiemelten támogatott vagy kutatott épületet ismertesse a látogatókkal. A római fürdő világába kalauzoló idődobozban korabeli használati tárgyakat tekinthetnek meg a látogatók, de az ásatások során talált, a fürdőben használt padlófűtéses rendszert is megismerhetik. A pavilonokat egyelőre 2 évig tervezik működtetni, de igény esetén bővítenék a parkot. A nagy tervünk az az, hogy a feltárt fürdő és a parancsnoksági épület felett egy-egy védőtetőt helyezzünk el, ami abból a szempontból lenne egy nagy előrelépés, hogy akkor télen-nyáron nem csak a római fesztivál erejéig lennének látogathatóak ezek a romok, és akkor úgy hiszem, hogy ennek a régiónak ez egy nagyon fontos turisztikai attrakciója lehetne. A kutatásokba és a kiállítás összeállításába a Maros megyei múzeum munkatársai mellett németországi és magyarországi szakemberek is bekapcsolódtak.
A két pavilont Sági Gergely, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója tervezte. A halak mellett sörös dobozok úsznak, a virágok közül pedig chipszer zacskó kandikál ki. Ahogy beköszöntött a jó idő, így néznek ki a hazai kirándulóhelyek. Nincs ez másként a Böződi tónál sem. Festői környezetben fekszik a Böződi tó, az viszont már kevésbé üdítő látvány, hogy sörös doboz úszkál a vízben, és a tó körül is léptennyomon szemétkupacokba botlunk. A tűzrakóhely körüli szemétkupacból kiolvasható a kirándulók teljes menüje. Látszik, hogy söröztek, borosztak, miccset és konzervet ettek, és kicserélték a gyerek pelenkáját is. A jelenség sajnos nem egyedi, a tavasz beköszöntével bárhová megyünk, hasonló látvány fogad. Adminisztratív szempontból hozzánk tartozik a terület, viszont a tó körül magánterületek vannak végig. Nekünk van tervünk arra, hogy több helyen, több ponton konténereket állítsunk, és saját költségen elvigyük ezt a generálódó szemetet, de hosszú távon én azt látom, hogy annyira benépesül a Böződi-falusi tó környéke, hogy az a cég, aki a szemetet elviszi, tud szerződni egyenesen az ott lakókkal. Így tehát valószínűleg megszűnnek a tó körüli közkedvelt sátrazó helyek is, mondja a polgármester. A kukák valamennyire megoldást jelentenének, és többször szerveztek már szemétszedési akciókat, civilek is. Persze a legkézenfekvőbb az lenne, ha a kirándulók nem hagynának maguk mögött ilyen szemétnyomokat. Bartók kevésbé ismert férfi karra írt népdal feldolgozásai hangzottak fel a Bukaresti Zeneakadémián a Szent Efrém férfi kar előadásában. A Budapesti Férfi Kar a Balas Intézet meghívására turnézik Romániában. A Bartók év keretében Romániában először volt hallható Bartók férfi karra írt összes műve egy koncerten, és a Szent Efrém kórus is először lépett közönség elé Bukarestben. Tavaly évben volt egy Bartók maratonunk, amikor halálának 70. évfordulához kapcsolódóan szeptemberben megemlékeztünk tulajdonképpen egy közel 24 órás Bartók maraton keretében. Az idén meg több Bartók évhez kapcsolódó eseményre fog sor kerülni. Az egyik ez a Szent Efrém férfi karnak a turnéja. A férfi kar művészeti vezetője Bubnó Tamás elmondta, hogy Bartók műveit Romániában is magukénak érzik az emberek, hisz a közép-európai népek között a legjobb kapcsot a zene képezi. És ezek a gyönyörű zenék, amiket ő is komponált, ezek valóban hidat képeznek szerintem az itt élő emberek és az itt élő népek között, legyenek azok szlovákok, ruszinok, délszlávok, románok vagy magyarok. Bukarest előtt ugyanezzel a műsorral Sepsi Szent Györgyön lépett fel az énekkar, szombaton pedig a Marosvásárhelyi Unitárius templom gyülekezeti termében adják elő a ritkán hallható műveket. Javában zajlik az OTP Junior Nagy Színpad nevű tehetségmutatója. Összesen 12 együttes bizonyítja rátermettségét a Budapesti Akvárium Klub közönsége előtt. A fellépők között van a Gyergyó-Szentmiklósi Bagosi Brothers Company is. Az együttesnek reális esélye van a döntőbe jutásra, ehhez azonban szükség van a közönség szavazataira is. Kijutott a Nagy Színpad tehetségmutatójának elődöntőjébe a Gyergyó-Szentmiklósi Bagosi Brothers Company. Már ez is hatalmas teljesítmény, ám a győzelem számos előnnyel járna. Mind a 12 zenekar fellépési lehetőségeket kap a legnagyobb fesztiválokon, viszont az igazi tét az, hogy aki megnyeri ezt a versenyt, az a Sziget, a Volt, illetve a Strandfesztiválnak a legnagyobb színpadán kap fellépési lehetőséget valamelyik világsztár előtt, illetve képviselheti Magyarországot 2017-ben Hollandiában. Az Eurosonic Fesztiválon. Az akvárium közönsége mellett egy 25 fős ítész csapat is értékeli a 12 előadót. Az elődöntőt követően május 15-én lesz a döntő, ekkor kerülnek ki a nyertesek. De akár itthonról is hozzásegíthetünk a fiúk győzelméhez, ugyanis a www.nagyszínpad.com weboldalon, de a legnagyobb közösségi oldalon és SMS-ben is lehet szavazni a gyergyói fiúkra. Választási híreink következnek.
Június 5-én lesznek a helyhatósági választások, ma pedig hivatalosan is elkezdődött a kampány. Az érvényes jogszabályok szerint a választópolgárokat 4 évente hívják az urnák elé, hogy a települések polgármestereit, a helyi, valamint a megyei tanácsosokat megválasszák. Akár csak 4 évvel ezelőtt idén is egy fordulóban választják meg a polgármestereket, az a jelölt nyeri el a tisztséget, aki a legtöbb szavazatot kapja, függetlenül attól, hogy ez hány százalék az összes leadott szavazathoz képest. A helyi és a megyei tanácsba politikai alakulatok listáit, esetenként pedig független jelölteket is lehet megszavazni. A mandátumokat a szavazatok arányában osztják el, ám az adott alakulatnak teljesítenie kell az 5%-os küszöböt helyi vagy megyei szinten. Az előző helyhatósági választásoktól eltérően a megyei tanács elnökét nem közvetlenül a választópolgárok választják, hanem a választásokon kialakult testület tagjai jelölik ki. Hivatalosan is elrajtolt tehát a helyhatósági választások kampánya. A törvény szerint a választások előtti 30 nap számít kampány időszaknak, a polgármestereket, helyi és megyei tanácsosokat pedig június 5-én választják meg a szavazók. Az új választási törvény számos változást tartalmaz a kampányban használt propagandaanyagokat és a finanszírozás áttekinthetőségét illetően. Így például a kampány időszakában tilos óriás plakátokat használni, a csupán a törvény által megszabott helyekre kifüggeszthető falragaszok mérete nem haladhatja meg az 50x35 cm-t. A szabályok betartását a rendfenntartó szervek mellett az állandó választási hatóság is ellenőrzi. Ma hajnaltól minden közterületen található politikai propagandaanyag tiltottá válik, csak a törvény által megszabott maximális méretű plakátok megengedettek. A legnagyobb újdonság azonban a kampány finanszírozásának a részletes szabályozása. Ennek technikai részleteit is aprólékos figyelemmel kísérik a választási hatóság szakemberei. A mostantól érvényes előírások minden kampányajándékot megtiltanak, csupán a szimbolikusnak tekinthető ajándékok megengedettek, de szigorú büntetés terhe mellett tilos minden olyan tárgy osztogatása, amelynek akár a legkisebb gyakorlati haszna is lehet, mint például a golyóstollak, gyufa, öngyújtók, bögrék és hasonlók. Hivatalosan is megnyitott a kampány irodáját, a fiatalok által Matyi térnek elnevezett önkéntes központot, a kolozsvári RMDS. A főtéri helyszínre bárki betérhet, akinek kérdése vagy javaslata van a városi önkormányzati jelöltek számára. Asztali tenisz és csocsóasztal is fokozza a hangulatot a ma délután megnyitott kolozsvári RMDS kampányirodában, ahol a fiatal önkéntesekre kiemelt figyelmet fordítanak. A falon lévő naptár azt is mutatja, mi minden tud már maga mögött az itt megforduló fiatal közösség. Az iroda minden kolozsvári számára nyitott, aki információkat szeretne a választásokról, megismerni a jelölteket, vagy éppen tanáccsal fordulna a központhoz. Azt szeretnénk ezáltal a tér által, ezáltal a hely által, hogy minél több olyan fiatalt, de nem csak fiatalt kolozsvárit tudjunk itt fogadni, velük tudjunk találkozni, illetve hát minél több fiatal önkéntes úgy induljon innen neki segíteni ebben a hátralévő 30 napban, mozgósítani a kolozsvári magyarokat, hogy a saját ügyének érzi. Az iroda minden nap délelőtt 9 és délután 5 óra között nyitva tart. A helyszínen előrejelzett időpontokban az önkormányzati jelöltek is jelen lesznek. Horváth Anna alpolgármester naponta várhatóan 10 és 12 óra között lesz a Szentegyház utca 4 szám alatt lévő Matyi térben. Véget ért a román labdarúgó bajnokság. Sporthíreink következnek. Megtartotta a 2016-2017-es idényt előkészítő első ülését a Jégkorong MOL Liga elnöksége és tagszervezetei. A romániai csapatok részvételével kapcsolatosan folyik az egyeztetés a magyar és a román jégkorong szövetségek között is. A vitás kérdésekről a Nemzetközi Jégkorong Szövetség május 20-ai kongresszusán döntenek a felek. A Dunarják Galac együttesét abban az esetben veszik fel soraikba, amennyiben a Román Jégkorong Szövetség a román bajnokság menetrendjét a MOL Ligáéhoz igazítja, és a galaciak utazási költségtérítést fizetnek a többi csapatnak. Vasárnap ér véget a román labdarúgó bajnokság. A marosvásárhelyi ASEA az utolsó fordulóban a bukaresti Steaua csapatát fogadja. Az összecsapásnak már nincs tétje, Marosvásárhely a 6., a Steaua pedig a 2. helyen fejezi be a bajnokságot.
Megérkezett Szentpétervárra a magyar jégkorong válogatott, ahol a világbajnokságon lép jégre a csapat, a magyarok első ellenfele Szlovákia lesz. 2009-ben szerepeltek legutóbb A-csoportos jégkorong világbajnokságon a magyar hokisok, ezúttal is nagyon kemény ellenfelek várnak a fiúkra, akik holnap a szlovákok ellen kezdenek, ezt követően pedig az olimpiai és világbajnok Kanada következik. A folytatás sem lesz könnyebb, május 10-én a francia, 11-én a finn, 13-án az amerikai, 14-én a fehér orosz, 16-án pedig a német csapat ellen lépnek pályára. Ahhoz, hogy a világbajnokságon esélyünk legyen megnyerni egy meccset, véleményem szerint egy jól felépített játékra van szükség, és a fiúk pontosan ezt tették az elmúlt időszakban. Hozzátette, egészséges versenydruk van benne, de tudja, hogy a játékosai mindent megtettek a felkészülés során, így nincs mitől tartani. A magyar válogatottnak tagja két csíkszeredai születésű hokis is, Sofron István és Bartalis István. Ez volt a híradó, már is mutatjuk a szombati időjárás részleteit, viszontlátásra!